Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a helyre, hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre, egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, az emberben sokféle kép elevenedik meg a mai nappal, mai ünnep titkával kapcsolatosan. Régi szokás volt, hogy barokk templomokban a szellőzőnyílást a kupola közepén, ilyenkor mennybe menetel ünnepén arra használták, hogy a feltámadt Krisztust az evangélium felolvasása után szép lassacskán felemelték a padlástérbe. Tehát fizikailag eljátszották, Jézus a mennybe ment. Kedves szép szokás lehetett ez, de be is csapta az embereket. Mert egy fizikai fölemelkedésre szűkítette le mennybe menetel üzenetét. Aztán eszébe jut az embernek Gagarinnak a mondata, amikor először járta körül a földet, már légkörön túl, és a hegyke legényként mondta, hogy fönt jártam az űrbe, és nem találkoztam az Istennel. Talán az ideológia nyomására mondta, magyarul nincs Isten. Azóta már Isten irgalmából reméljük, hogy megtapasztalta, hogy van. A mennybe menetel olyan szépen fogalmazza meg, és mottója is lehetne a mai ünnepünknek az első könyörgés. Szent fiadnak, Krisztusnak mennybe menetele a mi fölemelkedésünk. Ahova ugyanis a fő eljutott dicsőségbe, oda kapott meghívást az egész test reménységben. A mai ünnep erről szól. Jézus mennybe menetele a mi fölemelkedésünk is. Picikét az olvasmányok segítségével próbáljuk követni, hogy mit is üzen a mai embernek, aki el van bűvölve a technikájától, egy mennybe menetel ünnepe, ami sokaknak talán valami archaikus, mítikus eseményre való emlékezés. Pedig sokkal több. Bizonnyal idéztem már többször is, de azért nem árt emlékezetünkbe tartani. A jó Benedek pápának van egy gyönyörű elmélkedése a hiszek egy két szaváról. Leszállott a mennyből, és fölment a mennybe. Ez a leszállott, meg ez a fölment, mondja Benedek pápa. Ez bent van a hiszek egybe. Valamit jelent. Nem szeretjük ezt az Isten képet, aki nagy kegyesen leereszkedik az ember szintjére.
de mégis elmondjuk a hiszek egyben, hogy leszállott a mennyből. És elmondjuk, fölment a mennybe. Mit jelent ez a két szó? Az, hogy van fönt, ahonnan leszállott, és ahova fölemelkedett. Korunk ezt a föntöt felejti el. Úgy él, mintha nem lenne fönt, csak lent. Csúnya kép jutott eszembe, hogy a disznót jól érzi magát a dagonyába, hentedek a pocsolyába, és minden öröme betellik, amikor elfelejtjük a föntöt, akkor vajon nem erre a szintre ereszkedünk el-e? Csak lent van laposság, egysíkúság. A mennybe menetel képeknél mindig ott van az ember, aki néz föl a távozó Jézusra, és ott van Jézus, aki egy más létségbe emelkedik át. Az ég és a föld összetalálkozik a mai ünnepbe. Az ember itt van a földön, de fölfele tekintve. Mert van fönt. Nagyon leegyszerűsödött gondolkodás gyárt ilyen karikatúrát. Jámbor plébános mutat föl a mennybe, és néz fölfele, és egy aknatető el van véve az akna fölül, és belepottyan az aknába. Ez a vallásos ember típusa. Mert van fönt. Fölfele néz, de azért elhangzik az üzenet felénk is. Mit álltok itt égre emelt szemekkel? Ez a Jézus, amint elment, úgy jön vissza. Élj itt a földön. Tedd a dolgod. A mai ünnep, mintha egy térbéli változtatás lenne Jézus életében. De szellemi, lelki értelemben sokkal elvontabban igaz, hogy van fönt, és ne feledkezz meg erről a föntről. A Szentlecke ugyanezt a gondolatot mondja, de valamiképp másként. Szóval az első olvasmányban inkább azt tűnik elénk, hogy a létünk áttöri a térnek ezeket a dimenzióit, amit itten megszoktunk. A Szentlecke inkább az idő felől közelíti meg ugyanezt a titkot. A mennybe menetel valósága nem csak a teret töri át, hanem az időt is. Olyan szép, hogy hallottak a bevezetőben is, egy fohász hangzik el az Efezusi levél szövegében, Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, gyújtson világosságot lelketekbe, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, milyen mérhetetlen az ő hatalma mi rajtunk. A mennybe menetel nem csak a tér áttörése, hanem az időben való önmagunk felülmúlása. Sokszor elmondjuk,
a létünk az nem a bölcsővel kezdődik, és nem a koporsóval végződik. Messze előbb kezdődik, még születünk léte előtt is. Örök szeretettel szerettelek téged, mielőtt anyád méhében megformáltalak, én már neveden szólítottalak téged. És messze a koporsó utánig tart. Ezért fohászkodik így Pál apostol az efezusi levélbe, hogy adja Isten, hogy megismerjétek őt, és megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket. Szóval a mai ember nem feledkezhet meg arról, hogy nem vagyunk bezárva a tér és az idő dimenzióiba. Ez a mai ünnepnek az alapüzenete. Messze többre vagyunk meghívva. Túl a téren és az időn. Nagy tágosságban élünk. Megint Babisnak a sora jut eszembe, ő másként érte, más az önzéséről, vagy az individualizmusáról panaszkodik, hogy vakdióként dióba zárva lenni, törésre várni, bemegundorodtam. Ez a mai ünnep igazából ezt akarja megvalósítani bennünk. Ne akarjál vakdióként dióba zárva lenni, és magadban megundorodni. A mennyben menetel ünnepe kitágítja a teret és az időt. Szabadok vagyunk. Messze többek, mint amit a magunk kis tyukeszével átlátunk. Ez a lelki-szellemi tágosság, ez a kereszténységnek a sajátja. Ne higgyük, hogy valami mítosznak vagyunk a fogjai, meg valami avit ókori ideológiákat követünk. A létnek a teljességét ünnepeljük ma. A könyörgésnek a szép mondatát újra hadd idézzem, hadd újjongunk gyermeki hálaadással, mert szent fiadnak, Krisztusnak mennybe menetele, ami fölemelkedésünk. Ahogyan is a fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test, az egyház reménységben. A tér és az időnek a szűkösségéből szabadít ki a mai ünnep. Nagyon érdekes az evangélium. A mennybe menetel vasárnapjának a Máté évbéli evangéliumában nincs szó a mennybe menetelről. Egy szó sincsen. Csak annyi, hogy Jézus magához hívta egy hegyen Galileába övéit, amikor meglátták őt, leborultak előtte, egyesek még kételkedtek, és mondja, én kaptak minden hatalmat, menjetek. Ez a mai evangélium alapvető üzenete, és majd még egy mondatot mondok hozzá. Miről van szó? Itt nincs mennybe menetel, csak jelenlét. Én veletek vagyok, itt fejeződik majd be a szakasz. És mit tegyen az ember ezzel a Jézussal, akit ma azzal ünnepelünk, hogy mennybe ment? Az első az imádás. Nagyon szép ez a mondat. Amikor meglátták őt, leborultak előtte. Akkor is úgy volt, mint ma.
Egyesek azonban még mindig kételkedtek. A leborulás, az imádás. Ez nem egy jámborkodó gesztus. Térden csúszunk, vagy valami. Ennek vagy van belső tartalma, vagy nincs. Ennek a leborulásnak, az imádás gesztusának. Az imádásnak mindig ez a gesztus, ez az üzenete, vagy megvallás, a tartalma, hogy magamat kicsivé teszem, mert ő az Úr. Jézus az Úr. És ha egyszer ő az Úr, akkor hozzáigazítom a lépteimet, az életemet, döntéseimet. Leborultak előtte. Szabad megtenni ezt a leborulást, olykor fizikailag is, aki még tudja. Élményem, hogy a püspöki kriptát, mikor átalakították, ott voltam, ami 30 halottnak az exhumálásánál. És a temetkezési vállalat dolgozói nagy rutinnal végezték. Kihúzták a koporsót, aztán a lábszárat visszahajtották a törzsre, aztán egy másik koporsóba kiterítették, mellé tették a koponyát, meg a többi csontokat. Ember, akkor döbbentem rá, mit jelent letérdelni. Az ember megharmadolódik. Háromszor meggöngyölték a tetemet, ott még a ruha összetartott valamennyire. Ez a letérdelés. Kicsiny vagyok. Ő az Úr. Aztán elhangzik a parancs, menjetek el, hirdessétek. A szépen mondja Jézus konkrétan, menjetek el, tegyetek tanítványommá minden nemzetet, tanítsátok meg őket mindannak megtartásáról, amit parancsoltam nektek. Tovább adni, ugye az Ószövetség tele van ezzel a mondattal, és meg is teszi a zsidó ember, hogy mondjátok el gyermekeiteknek, újra meg újra. Adjátok tovább a parancsokat. Adjuk tovább a saját hagyományainkat. Benedek pápa nemrégiben, egyik beszédében, szerdai általános kihallgatáson, az evangelizáció szenvedélyességéről beszél most már egy idő óta, ott mondja, hogy ne legyünk díszkeresztények. Vagyunk a szent maradék, még vasárnap együtt vagyunk, mint díszkeresztények. Azt mondja, legyünk kilépő egyház. Ez az ő kifejezése. Itt is erről van szó. Menjetek! Nem csak díszkereszténynek lenni, hanem tanúságot tenni. Sokszor mondom ezt, hogy tudjunk megbátorítani embereket, meghívni embereket, egymásnak segíteni, hogy itt legyünk. Vannak ilyen szép kezdeményezések itt közöttünk is, most is vannak itt ilyenek. Akik egymást tángálják, egymást elhozzák, itt vannak. Megbiztatták egymást, és segítik egymást. Ha körülnéznénk, lehet, hogy sokat találhatnánk magunk körül. Aki rászorulna, hogy valaki segítse, elhozza, hogy itt lehessen, és szívesen lenne itt közöttünk. Menjetek, legyetek kilépő egyház, nem csak díszkeresztények. És hasonljak még egy mondathoz, ez azt idéztem már, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig.
Benedek pápánk a mai ünnepnek a titkát így fogalmazza meg. Ugye ma azt ünnepeljük, mint láttuk az első két olvasmányban, hogy Jézus Urunk a tér és az idő fölé emelkedett. Számára megszűnt a tér és az idő. Ő azért ment el, hogy még inkább velünk lehessen. Van evangélista, aki azt mondja, hogy amikor elment a főnök, ugye az apostolok örömmel távoztak. Nem mert eltűnt, hanem mert elment, hogy még inkább velünk lehessen. Őt már a tér és az idő nem köti. Velünk van sokféleképpen, szavában, az eukarisztiában, a közösségben. Elment, hogy velünk maradjon. És csak egy picikét, ha megérinthetne ennek az ünnepnek a titka. És tudnánk erről tanúskodni egyszerűen embertársainknak. Hogy nem vagyunk beszorítva az egységúságba, az időnek a korlátai közé. Messze tágosabb a létünk. Amen.